Az idei év számunkra nagyon izgalmas és eseménydús év volt, hiszen a Pestmegye számára a kormány által megadott kompenzáció ettől az évtől vált olyan léptékűvé, ami már érezhető a megyében. Ugye 16-ban 5 milliárd forintot hirdethettünk meg fejlesztésekre, útfejlesztésre, ipari infrafejlesztésre, de ezek is az idei esztendőben készültek el. Idén még 25 milliárdnyi forrást írtunk ki, óvodafejlesztésre, csapadékvízfejlesztésre, egészségügyi alapellátás fejlesztésére, KKV eszközbeszerzésre és önkormányzati ipari park, vállalkozói park fejlesztésre. Tehát az idei év nagyon dinamikus volt, nagyon hasznos volt és nagyon eredményes volt. Őszintén remélem, hogy ez a lendület továbbra is kitart, 18-ban is kitart, hiszen 18-ban 50 milliárd forintnyi forrást kell ilyen módon meghirdetnünk, értékelnünk, megkötni a szükséges megállapodásokat. Tehát nagyon sok munkánk lesz, hál' Istennek, és ez olyan forrás, amely átlendítheti Pest megyét azon a kis zökkenőn, amit az európai források hiánya okozott, és visszatérhetünk arra a nagyon dinamikus fejlődési évre, ami Pest megyét megilleti, és ami benne van a potenciálként Pest megyében. Ugye már sokat beszéltünk arról, hogy építeni kell egy Pest megye brandet. És ennek a brandépítésnek az eszköze az, hogy az értékeinket előkeressük, megmutatjuk és élővé tesszük. Ugyanilyen fontos a brandépítésben az, hogy megmutassuk, milyen emberi értékeink vannak. Ugye ennek az egyik nagyon fontos szegmense a sport. És ma itt láthattuk a mai díjátadón, hogy milyen nagyon sok és nagyon tehetséges fiatalunk van, akik világszínvonalú teljesítményre képesek, hiszen itt diák és ifjúsági sportolóként világ és európa bajnokokat láthattunk. Pest megyében dolgozó egyesületeknél nagyon sok fiatal van, nagyon tehetségesek, és a mi dolgunk az, hogy a magunk módján ezt segítsük, támogassuk. Pest megye önkormányzata is évente 1,6 millió forintos nagyságrendben támogatja a Diák Sport Szövetséget. Pontosan azért, mert ők a jövő. Ők a holnap, ők lesznek a következő magyar, európai és világbajnokok, sőt olimpiai bajnokok. Hogy ezt meg tudjuk mutatni, annak az egyik eszköze az, hogy ilyenkor ide hívjuk őket, bemutatjuk, hogy mit értek el. Egy dián keresztül megnézhetik a nézőközök is, hogy pontosan miről is szól ez az esemény. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen képességű fiataljaink vannak.